Borz, róka, kormorán, és még számos állat vár minket a bátai Fekete Gólyaházban, ahol az interaktív játékos múzeum bepillantást nyújt a Gemenci erdő állat- és növényvilágába, és a fekete gólyák elvezetnek bennünket Afrika titokzatos tájaira is. 2010. szeptember 24-én nyílt meg Bátán a Fekete Gólyaház, a Dunadráva Nemzeti Park a 2000-es évek elején egy tematikus múzeumsorozatot akart létrehozni a térségben, az erdő és a ritkább állatfajok megismerésére. Egyik ilyen témát a Fekete Gólya adta, melynek Báta adhat otthont. A múzeum három helyiségben hang- és látványelemekkel kísérve ismerteti meg a fekete gólya életmódját a látogatóval. Ez a Gemenc terem, hiszen a Gemenci erdő ad otthont a fekete gólya populáció nagy részének itt Magyarországon, sőt Európában is. Itt bemutatjuk a táplálkozó helyet, hogy hány más egyeddel, állattal, állatfajjal kell megosztozni a táplálkozó helyen, illetve a fészkelő helyet is, hogy hol fészkelnek a fekete gólyák. A kiállítás kétszintű, hiszen a tablók felső részén a felnőtteknek szóló információk vannak, a tablók alsó részén viszont Margit gólya meséli el a gyerekeknek a fekete gólya történetét. A tanulást segítő játékokkal viszont bárki játszhat. A Gemenc teremből, mint a gólyák életében, az út Afrikába vezet. Mi is a fekete gólyákkal elszállunk telelni Afrikába. És az utolsó része a kiállításunknak az afrikai telelőhelyeket mutatja be, Nyugat-Afrikát, illetve Kelet-Afrikát, és azt a népet is, amelyik a fekete gólyát istenként tiszteli. Itt bárki lehet fekete gólya, vagy akár az elesége. A rendhagyó múzeum igen népszerű. Az elmúlt 10 évben több mint 12 000 látogató fordult meg itt.